Így néz ki egy tanterem a felújítás után a Vári Emil általános iskolában. Az intézmény mind a 32 termében megújult a padló burkolat. Átfestették a falakat és nyillázárókat cseréltek. A háromszintes épület minden emeletén megújultak a vizes blokkok, és megszépültek a folyosók. Az intézményben egy teljesen új nyelvi labort is kialakítottak. Új eszközöket és bútorokat vásároltak a terembe, valamint az iskola biztonságát is növelték. Egy beléptető rendszer, valamint hátul egy elektromos kapu, az, ami még belefért ebbe a felújításba, és a földszinten egy mozgáskorlátozott WC az, ami, illetve hát az irodáknak a bútorzata, a tantermek, 9 tanteremnek a komplett bútorzatát cseréltük ki ebből az összegből. Az iskola épülete még 1982-ben épült, azóta nem történt komoly beruházás, csak kisebb javításokat sikerült megvalósítani. Az intézmény energetikai korszerűsítése 3 éve kezdődött, a mostani fejlesztést pedig a nyári szünetre időzítették, így a gyerekek már birtokba is vehették a felújított iskolát tanévkezdéskor. A kisvárdai tankerületi központban több intézmény is megújulhatott egy pályázatnak köszönhetően. A tankerületi központunk az FOP 4.1.3 17-es kódszámú pályázat keretében 7 intézményben pályázott felújításra, infrastruktúrális fejlesztésekre. Ezekben a fejlesztésekben megújultak az intézményeknek a belső területei, megújultak a nyilázzárók, felújításra kerültek a mosdók, fűtéskorszerűsítésre is sor került, illetve taneszközöket vásároltunk, iskolabútorokat, irodabútorokat. A felújított intézmény átadó ünnepségén a település polgármestere kiemelte, nívós, színvonalas munkát végeznek a Vári Emil általános iskolában, ezentúl pedig már a modern tárgyi feltételek is adottak ehhez. A településen 2 általános iskola beruházása is megvalósult. Mind a 2 intézményre ráfért már egy nagyarányú felújítás, ahol a diákok érezzék jól magukat, a pedagógus hasonlóan, és mindenki úgy menj be az intézménybe, és érjük azt az iskolákkal, hogy feszültségmentesen, jó kedvel, és öröm legyen iskolába járni. A fejlesztések segítik a minőségi oktatást és nevelést, valamint megteremtik azt a lehetőséget, hogy minden településen adott legyen az iskolák modernkor igényeinek megfelelő 21. századi felszereltsége.